Előkerült egy felvétel Immanuel Macronról és a nemi motrányba került algériai Imán Helifről, amelyen a francia államfő megígéri neki, hogy ha döntőbe jut az olimpián, akkor személyesen fog a győzelmért turkolni. Közben egy másik tévébeszélgetés pedig nagy vitát váltott ki, miután a boxoló magáról többször is hímnemben beszélt, annak ellenére, hogy ugye most arról szól a vita, hogy ő valójában Igazából nő. Az algériai olimpiai csapat szerint egyébként az egész balhé most körülöttük egy cionista összeesküvés része, míg a nemzetközi sajtó szerint pedig Moszkva áll a botrány gerjesztése mögött. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és sírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsiak a folytatásra, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 86 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Egy rendkívül érdekes felvétel került elő 2022-ből, amikor a francia államfő, Emmanuel Macron, Személyesen találkozott az algériai Iman Heliffel, a boxolóval, aki a mostani Párizsi Olimpián hatalmas botrányba keveredett, mivel a Nemzetközi boxszövetség a világbajnokságokról kizárta, miután megbukott 2023-ban új Delhi-ben a rajta, illetve egy másik tajvani versenyzőn elvégzett nemi teszten. Ezeken ugyanis olyan tesztoszteron szintet és XY kromoszomát mutattak ki náluk, ami csak a férfiakra jellemző. Felmerül tehát velük kapcsolatban a kérdés, hogy akkor a Párizsi olimpián miért engedik őket versenyezni a nők között? Hát azért, mert az olimpián az ökölvívás verseny számait nem a boxszövetség, hanem a nemzetközi olimpiai bizottság szervezi, akik viszont a hírekben megjelent tesztelést. Nem tartják hitelesnek, nem fogadják el azokat. Egy két évvel ezelőtti videón most az látszik, hogy egy arénában, nem a Macron francia államfő, jókedvűen, nevetve, barátilag beszélget az algériai sportolóval, és konkrétan a Párizsi olimpiával kapcsolatban megígérte neki, hogy ha bejut a döntőbe, akkor személyesen fog neki szurkolni. Ez viszont azt jelenti, hogy ha Macron a ígérete szerint, illetve betartja az ígéretét, akkor ott lehet a női 66 kg-os súlycsoport női ökölvívó döntőjében Párizsban, és személyesen drukkol majd az algériai győzelméért. Az ellenfele a ringben egyébként a kínai Yang Liu lesz. Az algériai versenyző nevével kapcsolatban még mindig hatalmas vita van, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem írja elő számára a tesztet és a vizsgálatot, a box szövetség pedig azt állítja, hogy biológiailag és genetikájában férfiről van szó, erre a vitára csak az érintettek tudnának pontot tenni, ők viszont úgy tűnik nem szeretnének. Imán Helifről közben kikerült egy érdekes tévés interjú évekkel ezelőttről, amelynek során mintha férfiként hivatkozna magára. Elterjedt a magyar közösségi oldalakon is, hogy a 2022-ben az El Bilad tévének adott interjújában az algériai azt mondja, hogy még 2017-ben, mint kisfiúk játszottak az utcán, és a többiek ő rá, mint jövendőbeli olimpiai bajnokként tekintettek. Az arab nyelv szakértői viszont tisztázták ezt a nyilatkozatot, hogy az általa használt kifejezés az általánosságban gyermekekre vonatkozik, nem kifejezetten a fiúkra. Ami viszont érdekes, hogy ugyanebben a beszélgetésben az olimpiai bajnok kifejezést is hímnemű formában használja itt a nyelvi szakértők azzal magyarázkodtak a lakmusznak, hogy itt vélhetően általánosságban beszél Imán Helif, és nem magára utal himnemüként. Viszont a szakértő szerint is furcsa, hogy még a műsorvezető is himnemben utalt a dalgériai bokszolóra. Sőt, egy későbbi ponton pedig azt mondja magáról, mármint az ökölvívó, hogy ő Algéria katonája, és ezért ünnepli a győzelmeit katonai tiszteletadással, mert ő egy besorozott katona. Ami viszont szintén furcsa, hogy ezt a kifejezést is himnemben használja magára, holott ennek a szónak is volna nőnemű alakja. A portál úgy véli, hogy mindezek a furcsa elszólások nem jelentik azt, hogy Imán Helif férfiként beszélne magáról, vagy így tekintene magára. De nem csak a két évvel ezelőtti felvételek érdekesek a mostani botránnyal kapcsolatban, hanem a mostani nyilatkozatok is. Párizsban ugyanis az algériai olimpiai csapat, konkrétan a igazgató, úgy gondolja, hogy Helifet a cionista lobby akarja megtörni. Yassin Arab, az Algériai Olimpiai és Sportbizottság igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a boxolót sötét erők támadták meg. Idézem. A cionista lobby meg akarja törni imán elméjét, de most imán nagyon erős. Nem akarják, hogy egy muszlim vagy arab lány magasabbra kerüljön a női ökölvívás ranglétráján. Mindannyian imán miatt vagyunk itt, láthatjátok, mindenki támogatja a világból, az összes nemzetközi sajtószövetség támogatja imánt. Nem most először kiáltanak egyébként összeesküvést az algériaiak, 2023-ban ugye az Indiában megrendezésre kerülő box világbajnokságon szintén ezt a vádat fogalmazták meg, amikor ugye a nemi tesztek azt mutatták ki, hogy férfi genetikával rendelkezik az algériai boxoló. Úgy tűnik... Ezt a álláspontot maradéktalanul elsajátították az algériai, illetve a helyi franciaországi szurkolók is, akik elképesztő többséggel minden meccsen a csarnokban az algériainak szurkolnak, míg az ellenfeleit pedig rendre kifütyülik és kifújolják. Most a Magyarországra hazaérkező Hámori Luca is arról számolt be a Mokkának nyilatkozva, hogy úgy ment be az ominózus mérkőzésre a csarnokba, hogy élvezni akarja annak minden percét, bármi is legyen annak a kimenetele. Ami egyébként annak ellenére sikerült neki, legalábbis elmondása szerint, hogy az egész csarnok kifityülte, és ő volt az, akit ellenségnek tekintettek. Mint fogalmazott, ez azért is volt, mert az egész lelátó algériai szurkolókkal volt tele. A nemzetközi sajtó is hajlik úgymond erre az összeesküvés elméletre. Több helyen arról írtak, hogy a valójában a mostani botrányt is Oroszország robbantotta ki, vagy gerjeszti, mert Moszkvának az az érdeke, hogy a Párizsi olimpiával kapcsolatban ilyen zavarokat keltsenek. Magyarországon Rácz András, Oroszország szakértő képviseli a leghangosabban ezt a álláspontot. Szerinte nem véletlen, hogy a nemi tesztekkel előálló Nemzetközi Boxszövetség elnöke, az orosz Umar Kremliov, akinek közismerten jó kapcsolata van az orosz vezetéssel. Mint írja, miután 2020 elején vezetőnek választották, akkor áthelyezte az IBA, tehát a szövetség működését Oroszországba, majd megpróbálta a mostani eszkaláció kezdetén kizárni Ukrajnát és az ukrán versenyzőket. Ez egyébként nem történt meg. Az viszont, azt viszont sikerült elérnie, hogy a Gazprom legyen a szövetség kiemelt szponzora. Rád szerint ez is azt jelenti, hogy a szövetséget függőségbe hozta az orosz Cégtől. A szakértő azt is nyomatékosította, hogy szerinte Hámori Lucának nem szabadna elfogadnia a Nemzetközi Szövetség által felajánlott fájdalomdíjat, mert az a Gazprom pénze lenne, és ez a cég pedig szerinte támogatja a bevételeivel Putyin területszerző háborúját. Sokkal kevesebb hírverést kapott, de Párizsban egyébként ringbe lépett az olimpiai játékok történetének első nyíltan transznemű férfi versenyzője is szintén ökölvívóként. A 29 éves filippínó boxoló Hörgi Bejcieden magát férfiként azonosítja, pedig ő tényleg nőnek született. És mivel nem ment át hormonkezeléseken, sem férfi pubertáson, tehát sem kromoszómájában, sem testoszteron szintjében nem minősül biológiájában férfinek, így az esetében nem is áll fenn a jogos, ulatlan és kockázatos előny, vagy illetve el erőfölény. Ugye az ökölvívásban ez a probléma, hogy nem csak igazságtalan versenyhelyzet teremtődik, hanem veszélyes is a férfi dominancia a női versenyzőkkel szemben. Minden esetre a választást, választott identitásához képest viszont furcsa, hogy bár magára férfiként tekint, Párizsban mégis a nők között indult. Habár sok babér nem teremt neki itt az olimpián, mert a női 75 kg súlycsoport 8 döntőjében már az első mérkőzésén kikapott az ellenfelétől 5-0-as pontozással. Köszönöm a figyelmüket. Ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 86 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Véleményüket a kommenteknél várjuk, illetve tetszésüket vagy nem tetszésüket lájk like és dislike gombokkal ki tudják fejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!